Üdvözlök ismétán mindenkit! Itten Lató vagyok, ismétán. Nagyon sok. Sokáig nem volt erről szó. A mozgás. Miért érdemes mozogni? Szokás szerint most is ilyen brutál hibákat fogok videóban megemlíteni. Valóban szokás szerint, mint mindig, ilyen hülye oktatás rendszerű szoktam nem mondani, most is arról lesz szó. Itt van arról van szó, ők elítsek azt, hogy egyszerűen az amerikai bulvárt kell olvasni, filmeket, sorozatokat nézegetni. Aztán meg okoskodnak, hogy kell sportolni. Hogy a kettőnek egyben nincs semmi értelmese. Nem csak az, hogy mozognak, mozgásra. Mozgásra számít az is, hogyha te nem mindig hogy sívjálkozod, nem autózol, nem motorozol, önerővel mész. Nem elég az, hogyha csak mész, és nem biztosan se kezedve, mert az nem számít mozgásnak. Az nem mozgás. Nincs értelme neki. A mozgás az, hogyha megfogod vissza egy zsákot, ha ott arra raksz, és akkor jobban szervezetnek terheled, hogy valami van a kezedben. Kicsit másik kezedben rakod is, már az jobban. Számít mozgásnak. Nagyon sokan összekeverik a sima sétálást mozgásra, az nem az. Mert az megvan, rá van, szokva. Szerezelsz, tre. És egyszerűen nem hat ki az izomzat, nincsenek az izmaik, izomzat leterhelve, és nem fognak olyan nagy, erősebb ilyen magukat termelni, ami ajnak legyen tápanyag. Nagyon sok gyerek van a fittef féle mozgásnak. A legegyszerűbb mozgási forma az, ha elmész napi szinten, tezzük fel, akarsz mit venni. Megfogod, kész két darab szajra raksz a kezedben, hát ezt csinálni. Két kezem kibír, régen kivitt egy kezem 10 kilót, egyszer most már arra kezdek ráépülni, sok rossz. A társukra az a szar 200-300 euró után lett volna. Nem az kell. Nem úgy megy, hogy rögtön megkapsz mindent, kevésre megelégedni, és nem kell mozognod se, nagyon semmit se. És egyszerűen leépül a szervezet. Le fog épülni. Van az aktív mozgás, és ten lehet tűnni azon, hogy mi lesz. Jaj. Ha mozogtok jobban, ha nem. Sok, nem. Hatásnak van szó. Mindig befolyásoló tényezők vannak. Mert összekeik az álló munkát mozgásnak, az nem az. Egy hely válsz, a vérkeringésed romlik, lesz ilyen téma, hogy mi is fog történni veletek, akinek nagyon még romlik a vérkeringése, a valószínűsége. Az a másik témákban lesz szó. Szóval én most csak a sima
mozgás. Röméről. Von. Nem elég ennyi a mozgásnak. Még többet kellene. Jóval. Többet. Mozogni. Lehet olyan is, hogy majd veszek egy szobabiciklit. Arra is van ilyen, hogy vagy hány kilónak kell lenni. 110 kilót bír ki. Neki tudja, hogy a valóságban 15%-ot meliszottak. 110-nek. Ideálisan ne menjen tökre alattam. Kell lenni 97 kilónak. Hova? Kell izmosulni. Fogni kell. Építeni az izomzatot. Nem hittem a ilyen filmeket, meg a sorozatokat, manipulatív világokat. Nézegetni! Van, ez egy szotak. Venni. Most összekerjük a sima futást, meg a gyaloglást, mozgásra. De azok nem mozgások. Szóval a mozgás az, hogyha le van terhelve van a szervezet, ha nincsen, akkor nagy értelme. Nincs neki! Ez ismét a figyelmeteket, szavasztok!